van itt egy műteni való fekete rigó foglalj helyet, és akkor lássuk. Nyílt törés, bal láb fej félig leszakadt, jobb láb százát törés. Ajaj, ez jól néz ki. Azért, mert eltört a lábszál, úgyhogy csinyán néz ki, de valójában egy kezelhető dolog. Fogjam meg így, indítjuk is az altatást. Izoflurán. És akkor ezzel most emelni kapsz, hanem altatagázt kapsz. Hogyha elengedte magát, akkor átállítjuk kettesre. Ezt is meg kell csinálni, ezt a lábat, ez itt egy nyílt ízületbe hatoló törés, ez elég rossz dolog. De ez az, amit meg kell csinálni. Nem is lábszár, de lábszár, csont lábszár, igen. Megteszünk egy injekciós tűt, még hozzá. Egy kicsit vastagabb, mint a kékével. Ez igazából a... csontba adott infúziónak a helye. Most beletapogatom a másik csontot. Visszahúzva. Hasadt a törés. Nézzük ezt. Itt kint van a csont. Ez a rész. Ez meg itt egy. Ide még ezt bele tudjuk tenni. Jó. A csontba, ami belefér. Ez egy vékonyabb tű lesz. Veszünk egy másik ugyanilyet. Most nyugodtan fogom így a kezeddel ezt a lábot. Majd kiszedjük ezeket a fémeket a későbbiek során. Egy esetet a altatószert. Majd jobban mozog. Okay. Most azt csináljuk, hogy a két lábat, hogy ne forogjon el a tű körül egyik sem. Összekötjük. Csak ez a távolság, ami jó lesz. Nem tudok két láb egymástól elmozdulni, úgyhogy ez itt tart, mozog, itt találka ébresztő, minden rendben.
mert jó a kondíciója is. A antibiotikumot fel, megnézzük a szárnyát, itt is van egy kisebb. Nézzük, hogy igényel bármilyen olyan kezelést még. Uh-huh. Itt van egy kis véres, harapott dolog, de az... Ez itt, ez a kis luk itt nem igényel semmit. Jó, Rigókám lassan lehet ébredezni. Thank you.